Te most épp a Kalandvágyból külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Sandra egy szakítás után indult el az El Caminón, és szinte beleszeretett Spanyolországba, olyannyira, hogy elhatározta, hogy oda költözik, meg is valósította ezt az álmát. Ott ismerkedett meg mostani párjával, akit repülőmérnök munkája most éppen Ciprusra szólított. Sandra a kutyájuk miatt autóval ment utána, ezt majd elmeséli részletesen. Viszont arról félve beszélt, hogy miért nem tetszik neki maradéktalanul Ciprus, pedig a podcast lényege éppen az, hogy minél több emberen, minél több szemüvegen keresztül ismerjük meg egy országot, és megtudjuk, hogy ki mit szeret, vagy mit nem szeret benne, és pont ez a szubjektív látásmód, amitől aztán majd képesek leszünk objektív képet alkotni az adott országról. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra. Sandra vagyok, a párommal élünk jelenleg Cipruson. Én előtte éltem nyilván Magyarországon és Spanyolországban is. Mielőtt Ciprusról beszélünk, ugye említetted, meg az előzetes beszélgetésben kiderült, hogy éltél Spanyolországban. Erről mesélj nekünk, hogy mikor költöztél ki, hol éltél pontosan, mit csináltál. 2015-ben kezdődött a történet. Én akkor egy szakítás után voltam, és ismerősök meg az exem által is jó ötletnek tűnt, hogy elmegyek a Caminóra. Igazából sérülés miatt két hetet tudtam csak ott lenni, viszont itt már egy hét után biztos voltam benne, hogy nekem ki kell próbálnom, hogy milyen Spanyolországban élni. Ha csak egy pár hónapra, akkor pár hónapra, ha évekre, akkor évekre. De az eredeti tervez az volt, hogy akkor egy nyarat kint töltök, mert hogy egy hét alatt nem lehet igazán megtapasztalni, hogy milyen egy ország. És igazából elkezdtem szervezni, tehát ez 2015 májusa volt, május vége, és utána elkezdtem lehetőségeket nézni, hogy hogyan tudnék kiköltözni. Nekem szülésznő végzettségem van, de hiányzott a diplomámhoz a nyelvvizsga, úgyhogy ezt gyorsan letettem, kezembe kaptam a diplomát, és akkor én majd azt hittem nagy naivan, hogy akkor majd én szülésznőként biztos elhelyezkedek, mert pikpak, megtanulok spanyolul. Elkezdtem otthon spanyolul tanulni, aztán úgy döntöttem, hogy a legolcsóbb, és nekem igazából elég testhez álló lehetőség az, hogy óperkedek, úgyhogy én családot kerestem arra a nyárra, és végül egy amerikai ekvadori vegyes családhoz kerültem, ahol egy kisfiú volt, 2,5 éves, és hozzájuk kerültem a nyárra, ők pont nyárra kerestek ópert, nekem pont nyárra kellett ez az időszak, de hát aztán olyan jól sült ez a dolog el, hogy én velük voltam több mint 2 évet, tehát nekik is jól jött ki, én ugye azért nem az a korosztály vagyok, én 35 fölött, aki az óper korosztály, akkor voltam 30, akkor nekik arra volt szükségük, hogy valaki tényleg a gyereket nevelje, tehát nem az, hogy elvigye a suliba, meg délután játszom bele, hanem egy kicsit komolyabb feladatok kellettek, mert nekik a biznisz miatt nem volt feltétlenül idejük erre, úgyhogy nagyon jól összepasszoltunk, és nagyon jól tudtam vezetni ott az életet igazából, és közben találtam én munkát online, elkezdtem a turizmusba dolgozni, és akkor még másfél évet maradtam így kint. Igazából ez egy szlovák cég, tehát nem spanyol kötődésű, de így kerültem. Madridban éltem egyébként, és hát imádom, gyönyörű, nagyon élhető város. Úgyhogy ez a spanyol sztorim röviden. Mondtad, hogy az El Caminón két hétig voltál csak, de már akkor tudtad, hogy Spanyolországba szeretnék költözni. Mi volt az, ami miatt te ezt, mit éreztél ott, hogy azt gondoltad, hogy ott szeretnél élni? Hát ez egy nagyon nehezen megfogalmazható dolog. Nekem volt egy-két ilyen elejtett mondatom korábban is, még majd, hogy nem gyerekkoromban, amikor az ember úgy világgá menne tini korába, akkor mondtam, hogy jó, akkor én Spanyolországba fogok élni, de nem egy konkrét dolog volt, hanem valahogy mindig ez jött vissza az agyamba. Utána voltunk kint 14-ben a legjobb barátnőmmel így nyaralni, várost nézni, és akkor is mondtam neki, hogy te figyelj, nincs kedved itt élni, és nem megfogható a dolog, hogy miért, hanem egyszerűen olyan otthon éreztem magamat. Tehát, hogy valahogy annak ellenére, hogy én nem vagyok ez a hangos típus, mint ők, nem vagyok az a partizós típus, valahogy mégis otthon éreztem magam, és úgy éreztem, hogy úgy valamilyen szinten oda tartozom.
És ott kerestél kapcsolatot magyarokkal? Igen, nagyon-nagyon jó magyar közösség alakult ki a legelejétől, mondjuk az első magyar barátomat én leszólítottam a metrón, mert hogy tehát ment a reptérre, én is mentem a reptérre pont, ő az apukáját kísérte ki, én az unokatestvéreim elé mentem, és úgy látszott, hogy ő nem hazamegy, hanem csak az apukáját kíséri ki, és én oda mentem hozzá, hogy szia, úgy tűnik, mint te is itt élnél, és én most költöztem, és barátokat keresek, és vele is megmaradt a kapcsolat, de ő általa ismertem meg nagyon sok mindenkit, akivel viszont nagyon közeli lett a kapcsolat, úgyhogy igazából egy nagyon-nagyon jó magyar közösség van ki Madridban szerintem. És helyi spanyol fiatalokkal? Hát, én szingli voltam, úgyhogy ismerkedni nyilván próbáltam. Az az igazság, hogy én otthonra talán túlhatározott vagyok Spanyolországban, meg nem vagyok elég határozott, tehát ott már nagyon a nők viselik a nadrágot, ilyen ismerkedés szintjén ők kezdeményeznek. Ezt hallottam is valamelyik másik podcastetben, hogy ő is ezt mondta, hogy ott egy kicsit nehezebb, tehát hogy nagyon a kezedbe kell venni, és azt mondani, hogy igen, akkor gyere, megyünk randizni, és akkor... És nekem ez nem ment, úgyhogy olyan nagyon-nagyon nem ment ez a fajta. Én kézilabdázom, úgyhogy azt gondoltam, hogy abba hagyom a kézilabdát, amikor kiköltöztem, de én kedden költöztem ki, pénteken már edzésem voltam, mert az volt az ilyen biztonságos közegem, úgyhogy onnan azért nem azt mondanám, hogy közeli barátok, de olyan az ismerősök megmaradtak. Tehát, hogy a spanyol, az igazi spanyol nyelvet azért ugye tőlük tanultam, szedtem ezt. Jól belevetetted magad az ottani életbe. Akkor végül is összesen mennyit éltél kint? 3,5 évet. Volt olyan, amit nehezen szoktál, meg amit nem szerettél? Hát sok ilyen kettősség van, ezt emlékszem, gyűjtögettem magamnak, hogy például nagyon-nagyon gyerekcentrikusak, viszont ha metróztunk a gyerekkel, és a kezembe volt, akkor nem adták át a helyet, ami nekem nagyon furcsa volt. Nagyon udvariasak olyan szinten, hogy a távolsági busznál is, meg a rendes busznál is észbe tartják, hogy ki után érkezett, és kiszállhat föl, de a metrónál nem tudják megvárni, hogy leszálljanak, akiknek le kell szállniuk. Szóval sok ilyen kis apróság, de hát nyilván ezek kulturális különbségek, tehát hogy olyan nagy dolgot úgy nem érzik. Amit talán nem az, hogy a fiúk ennyire tutyimutyig, azt nehezen. Hogyan jött Ciprus? A párom itt kapott munkát, úgyhogy sakmat. Párod magyar? Igen, magyar a párom, ő repülőgépmérnök, és májusban kezdett itt dolgozni. De már vele hol ismerkedtél meg? Spanyolországban? Vele még Spanyolországban ismerkedtem meg, de csak mint barát, és amikor hazaköltöztem, akkor utána felvettük a kapcsolatot, és utána alakult ki. Igazából ő strandkézilabda játékvezető volt, én megjátszottam, kiderült, hogy ott vannak magyarok, és így megkerestem őket, hogy jó, ide jó magyar játékvezetők vannak ott, és akkor így kezdtünk el beszélgetni vele meg a társával. Spanyolországról, ha jól értem, akkor hazaköltöztél Magyarországra. Igen. Annak mi volt az oka? Egy szakasz lezárult, tehát hogy számomra ez is olyan kézzelfoghatatlan, tehát hogy nem szakítás vagy ilyesmi, tehát hogy nem ilyen fizikai dolog volt, hanem úgy éreztem, hogy ott a fejlődésemnek éppen vége van, tehát hogy nem tudok ott tovább fejlődni akkor azzal az énemmel, aki voltam, és úgy éreztem, hogy valamerre váltani kell. Szóba került, vagy hát ugye az agyomba került az is, hogy Angliába megyek, mert nagyon-nagyon vonzott annak a déli vonz, még most is annak a déli része, hogy megnézni, hogy ott milyen az élet. Szóval nagyon-nagyon vonzott Anglia, vagy vonz még mindig, de aztán hiányzott már a családom is, és akkor gondoltam, hazamegyek, visszamenni bármikor vissza tudok, tovább menni bármikor tovább tudok, mert már nem vagyok rutintalan a költözésben, és hogy akkor meglátjuk, de ugye közben megismerkedtem a párommal, és őt a munka még oda kötötte, folyamatosan kereste ő is külföldön a lehetőséget, őt is nagyon érdekelte, hogy milyen, aztán ez dobta a gép. Igazából karrier szempontjából ő nagyon-nagyon jó helyen van, úgyhogy nyilván ezt igyekszünk kihasználni. De akkor azzal a tudattal mentél haza, hogy te onnan tovább fogsz állni, tehát igen, nem végleges igen, Magyarország. Igen. A családod, a szüleid, ők hogyan álltak ehhez, hogy te ilyen kis világpolgár lettél? Hát én vagyok az utolsó a családban, tehát nekem apukám tengerész volt,
az anyukám Bécsben él, az öcsém matróz, ő egy időben Hollandiában dolgozott, az apukámnak a húga, ő artista volt, bejárta Európát, úgyhogy én voltam igazából az utolsó, aki világgá ment. Most az unokatestvéreimben van a sor, ők most nőttek föl, úgyhogy ők a következők. Akkor senki meg se lepődött. Nem. Milyen egy tengerész apuka? Picit mesélj már. Hát igazából, amikor megszülettem, ő abba hagyta, ő lekéste a születésemet, pont amiatt, mert egy hónappal korábban jöttem, ugye úgy volt tervezve a turnusa, és lekéste, úgyhogy neki ez ilyen akkora dolog volt, hogy ő akkor abba hagyta. A keresztapáim kettő van, ők még mindig a hajózásban dolgoznak egyébként. És van testvéred? Van egy öcsém, igen. Igen, ő megmatróz, tehát ő is a hajózásban van, vitte tovább a családi dolgok. És apukád lemondott a tengerészetről miattad? Igen, vagy hát a család miatt? Igen, hogy ő nem akart több dologról lemaradni igazából. Na, Ciprusra vissza akkor. Ezt gondolom nem kellett előkészíteni, hiszen hogyha munka miatt jött ide a párod, akkor volt szállás, állás, minden. Hát sajnos nem. Ő úgy jött ki neki magyar a főnöke, ők korábban együtt dolgoztak, és általa került ki, mert hát nyilván ismerte, hogy jól dolgozik, és neki is szüksége volt valakire. Az elején nála tudott egy kicsit lakni, és utána a bérletet kellett keresni. Mi nem jöttünk ki májusban, mi szeptemberben költöztünk a párom után a kutyával, pont azért, mert hogy olyan albérletet találni, ahol a kutya, az ugye Magyarországon, Spanyolországban, mindenhol a világon azért az egy nehezebb dolog, hogy kutyás albérletet találni, meg hogy legyen autó, mindent így előkészítsen, és igazából nem akartunk a nagy forróságban költözni a kutyával, mert hogy mi autóval jöttünk, és komposztunk Görögországból, úgyhogy nem akartuk, hiába van klíma, azért a 40-45 fokban a klíma sem elég, úgyhogy mi megvártuk így az őszi időszakot, és szeptember közepén jöttünk ki. Hogyan? Az egyik unokatestvéremmel indultunk Budapestről, Szerbián, Észak-Macedónián keresztül, és hát aludtunk egyet az autópályán Szerbiában, mert elfáradtunk, hiába voltunk ketten, meg este indultunk, hogy ne legyen meleg, és utána meg Parálián álltunk meg egy kempingbe, ott pihentünk egy napot, és utána onnan Atén, és Aténba pihentünk egy hetet, mert el kellett intézni még ilyen állatorvosi dolgokat, hogy biztosan minden papír napra kész legyen, meg minden, ugye, hogy elhagytuk az EU-t közbe a kutyával, és pont a páromnak meg munka miatt Aténba kellett lennie, úgyhogy együtt komposztunk végül is vissza. Ez egy 30 órás komput volt, nagyon izgalmas. Volt-e bármi az út során, ami nehézség volt, vagyis leszámítva ezt az aténi kis ügyintézést a kutya miatt? Szerencsére nem. Igazából, ami talán a legmeglepőbb volt, az, amikor átértünk Görögországba, és hogy ők a sávokat mennyire nem tartják még hát nem autópályán, de autóúton se, tehát ugye a középső felező vonalon éppen aki előz, vagy a te irányodba, vagy a másikba, az ott boldogan megy középen, ugye az minket nagyon-nagyon meglepett, és hogy gyakorlatilag úgy kell menned, hogy a leállósáv vonalán mész, akkor fér el mindenki úgy, ahogy szeretne. Az nagyon meglepett, meg Parália és Atén között, amikor mentünk, akkor iszonyat meleg volt, tehát hogy akkor 42 fokba mentünk, és hiába indultunk el korán reggel, nagyon-nagyon melegbe autóztunk, tehát hogy ez a két nehézség volt igazából, meg megtalálni a kompot, az rettenetesen nehéz volt, tehát éjfél körül indult a komp, most már nem emlékszem pontosan, 8 körül mi oda mentünk, mert hát nem volt nagyon mit csinálnunk már Aténba, és keresgéltük akár az irodákat, akár a kiírást, akár bármit, tehát hogy kerestük egyfolytában, néztük online, hogy hol tart a kompunk, ugye jött felénk, és hogy végül úgy találtuk meg, hogy hol a komp, hogy figyeltük, hogy hova állt be, tehát online a GPS-ét figyeltük a hajónak, hogy hova áll be, és így találtuk meg, és ott akkor már ott volt pár autó, velük elkezdtünk beszélgetni, találtunk olyat, aki nem először megy, és akkor ő elmondta, hogy igen, be kell menni, boarding pass-t fogunk kapni, ugyanúgy, mint a repülőn, és akkor kocsival másfelé, kutyával erre, tehát hogy... Kutya jól bírta? Kutya nagyon jól, szerencsére egy nyugodt típus. Igazából elvileg azt mondták nekem e-mailben, hogy van egy ilyen kijelölt, direkt ilyen állatbarát részleg,
Na hát az sem olyan volt, mint amilyennek elképzeli az ember, tehát ez egy a parkolónak, az autók, ahol parkolnak, egy olyan részén volt, ahol nem voltak autók, és akkor ott normál kutyaház méretű ketrecek voltak oda rakva, hogy akkor tessék, a kutya ott aludhat. Azt mondták, hogy éjszakára mindenképpen ott kell, hogy legyen bent a ketrecbe a kutya, amúgy meg mászkálhatott azon a részen, de hogy az emberek közé nem lehet bemenni a kutyával. Na hát mi végül bevittük a kabinba, mert hogy nem tudott pihenni, tehát hogy egyszerűen olyan zaj volt folyamatosan azon a részen, hogy teljesen kimerült a kutya, úgyhogy mondom, hát maximum megbüntetnek. Jöttek velünk szembe, mondták, hogy nem lehet, mondtam, hogy jó, és tovább mentünk, úgyhogy nyilván nem lehet erre alapozni, nekünk ezzel szerencsénk volt igazából, mert iszonyat kimerült volt, ahogy beértünk, végig aludt a teti, 12 órát aludt szegény, olyan kimerült volt a sok izgalom, szag, újdonság, mindent, hogy zaj, hogy ő aztán 12 órát aludt. De egyébként teljesen eseménytelen volt, nem egy vadi új kompról van szó, ugye ez idén indult újra, azt hiszem 20 év után ez a járat Athénból Ciprusra, Limassolba. Mi a legutolsóval jöttünk, reméljük, hogy tavasszal újraindul. Közben megtudtam, hogy azért nem járt télen, mert hogy olyanok az áramlatok állítólag a tengeren, hogy nem annyira kényelmes akkor kompozni. Igazából teljesen elégedett vagyok a komppal. Onnantól kezdve, hogy megtaláltuk, hol a komp, teljesen eseménytelenül zajlott. Az autóval a megérkezés egy kicsit tovább tartott. A kutyának megnézték a papírjait, és mondták, hogy jól van. Szóval se kerül, hogy repüljetek? Nem, mert ő boxer, és neki nyomott az orra, és mivel méretéből adódóan nem repülhet fent a fedélzeten, a csomagtérben neki meg nem elég biztonságos a légáramlat, légellátás, nem tudom, tehát ő megfulladhat konkrétan. Nyilván néztük azt is, hogy jöhetünk-e Törökország felől, mert onnan 6-7 óra csak a komp, oké, hogy az autóút hosszabb, de ő azt nagyon jól bírja. Viszont eddig, amire jutottam, az, hogy élő állatot nem lehet behozni Észak-Ciprusról. Ó, akkor az szép vállalás a részletekről. Igen, hát és aztán reméljük, hogy lesz ebből még egy kör, ugye, amikor megyünk majd tovább, akkor visszafelé is ez a terv, hogy kompozunk és autózunk. Szeptember óta vagy Cipruson, mik a tapasztalataid, hogy tetszik? Hát, én ugye az vagyok, aki nem feltétlenül a pozitív dolgokat tudja elmondani Ciprusról. Én abszolút megértem, és látom, hogy miért jó ide jönni nyaralni, tehát szerintem nyaralni fantasztikus hely. A turista részek nagyon szépek, tényleg minden elő van készítve a turistákra, vannak természeti látnivalók, azért van egy-két történelmi látnivaló, viszont azt gondolom, hogy élni azért nagyon sok megalkuvásra van szükség. Milyen tekintetben? Mi Larnaca mellett lakunk, tehát az, hogy ahogy mi Larnacához viszonyítva lakunk, azzal teljesen elégedett vagyok. Én Budapesten is kertvárosban laktam, Madridban is a külvárosban, szóval, hogy én ezt szeretem, amikor a nagyváros ugye elérhető, viszont tehát Larnaca nem egy nagyváros. Én azért megszoktam, hogy pizzát akarok éjszaka rendelni, akkor tudok éjszaka pizzát rendelni. Ezek tudom, nagyon kényelmi dolgok, de nekem ez nagyon-nagyon nehéz. Nem vagyok gluténérzékeny, de ha én otthon főzök, sütök, akkor igyekszem gluténmentesen. Most ezeket a liszteket beszerezni egy rémálom volt, főleg az elején. Nyilván a helyismeret hiánya is, meg itt, tehát simán gluténmentes lisztkeveréket lehet kapni, viszont én nem keverékből dolgozom, mert saját receptjeim vannak, tehát hogy ezeket a külön, még a rizsliszt is, jó, azt a második boltban megtaláltuk, de mondjuk már olyan, hogy tápiók, a keményítő, vagy ilyesmi, az már egyel nehezebb. Szóval nekem ez is nagyon nehéz volt. Hiányzik úgymond a kultúra, tehát a színház, a koncertek, tehát hogy az a fajta, hogy mindig történik valami, nekem az is hiányzik, de ezek nyilván személyes dolgok, mivel én mindig fővárosban éltem. Ez a lényeg, hogy te hogy látod. Igen, meg nagyon szemetesnek találom, és nagyon igénytelennek érzem a környezetet. Tehát pont ma reggel elkezdték összeszedni az utcánkban a szemetet, de hát itt vagyunk szeptember óta is most először, egy 50 méteres szakaszon 5 zsáknyit szedtek össze. Szerintem ez mindent elmond, gyönyörű házakat építenek egyik napról a másikra,
és mellette ott a szemétdom. Tehát, hogy egyszerűen nem is értem, hogy ha valakinek tényleg annyira szép a ház, gondozza a kertjét, meg minden, akkor hogy nem zavarja, hogy a háza mellett ott egy szemétkupac. Tehát egyszerűen nem tudom észre felfogni, főleg Madrid után nem, amikor mentünk haza egy buli után, és már mosták a járdákat. Tehát, hogy iszonyat nagy a kontraszt, és azt gondolná az ember, hogy Magyarország koszos és szemetes, és aztán rájön, hogy nem, mert citrus az. És nyilván benne van a mediterrán dolog is, meg mások a szokások, de éltem mediterrán országban, elég sokat utaztam Spanyolországon belül is, és más. Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon nehéz megértenem észre, hogy miért nem szedi senki össze. Tehát meg ott van a szemét tárolunk, ahova a komplexum viszi a szemetét, nagy kukák, meg minden, de ugye a macskák kiszedik a zsákokat, aztán a szétrepül minden. Pont pénteken levittük a szemetet, beledobtunk egy agyon szakadt nadrágot, és ebből felismertem, hogy a mi szemetünk van a járda, nem tudom melyik részén, úgyhogy nyilván összeszedtem újra a mi szemetünket, és kidobtam, de hát... Hogy telik egy napod? Most egy kicsit holt időszak van a munkában, mert mi a foci turizmussal foglalkozunk, és most a VB miatt egy kicsit holt időszak van, de normál esetben reggel kutyasétáltatás, macska ellátás, és utána elkezdek dolgozni. Van egy-egy meetingem, nagyjából önállóan dolgozom, és délután most remélhetőleg sikerült beiratkoznom egy görög tanfolyamra, úgyhogy ha sikerült, akkor jövő héttől kedden csütörtökön görög tanfolyamra járok, és ezen kívül meg én mindig tanulok, tehát otthon is mindig a munka mellett még pluszba, az edzés mellett még pluszba tanultam, úgyhogy online tanulok még. Igazából webdesignt, majd meglátjuk, hogy mennyire mélyedek el benne, nagyon-nagyon érdekelt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki valahova költözik, akkor illik minimum egy erős alapszinten megtanulni azon a nyelven, mert hozzátartozik szerintem a kultúra megismeréséhez is, meg idegenek vagyunk, valamennyire azért azt gondolom, hogy illik beilleszkedni, még ha nem tervez az ember hosszú távon ott. A saját életemet is megkönnyít, én pont azzal viccelődtem otthon, hogy legalább a betűket meg kell tanulnom, hogy tudjam, hogy gyógyszertárba vagy bordéházba megyek be, ugye? Tehát, hogy valamennyit muszáj, persze ott van a Google fordítónak a kép alapján szöveget fordító funkciója, de szerintem ez hozzátartozik, hogyha valaki egy fél évnél többet van valahol, akkor igenis valamit illik megtanulni. Aztán, hogy annak lesz haszna, nem lesz haszna, azt gondolom, hogy mindenképpen, mert kinyílik a világ, fejlődik az alkalmazkodó képességünk, meg nagyon sok minden fejlődik ezzel szerintem. Itt is kézilabdázol? Nem. Terveztük már, hogy lemegyünk, megnézzük valahol, hogy milyen itt a kézilabda, meg a csapatok, vagy ilyesmi. Nemzetközileg nagyon drága átigazolni. Nekem Spanyolországban könnyű volt, mert kint tanultam, és elfogadták azt tanulói jogviszonynak, hogy nyelviskolába jártam, mert állami nyelviskolába jártam, úgyhogy ott úgymond emiatt kedvezményesen sikerült igazolni, de emiatt nem... meg már nem annyira, hát öregnek érzem már magam igazából. Tehát fáradt vagyok már abban, hogy minden héten nem tudom hányszor edzésre lenni, és kötelezően meccs, ez nekem már fárasztó. A strandkézit várom, ott lehet, hogy még bekapcsolódok, nekem az közelebb áll hozzám. A munkádról mesélsz még egy kicsit? Ez az, amit még Madridban szereztem, úgymond. Oh, és ez ennyire helyfüggetlen, hogy bár volt? Szerencsére ennyire rugalmasak velem, mivel én eleve úgy kezdtem, tehát Pozsony a cégnek a központja, mindenki bejár legalább egyszer-kétszer a héten, viszont én eleve úgy kezdtem, hogy Madridból kezdtem. Én először csak csoportkísérő voltam, tehát az odaérkező magyar csoportoknak segítettem navigálni, segíteni a városban, a becsekkolással a hotelbe, idejutni, odajutni, ilyesmi, és onnan dolgoztam be magam úgymond az irodába, de ugye Madridból, és utána is Budapestre költöztem, nem Pozsonyba, tehát valahogy mindig messzebb voltam, úgyhogy nyilván vettek egy nagy levegőt, és mondták, hogy jól van, mert szerencsére jól csinálom a munkámat. És mi a tervetek a jövőre nézve? Hát, amit papíron beszéltünk, ez a körülbelül 2 év, szóval még szűk másfél, és utána elkezdeni
nézelődni másfelé a párom munka után, Európán belül, az unión belül, tehát az én tervem unión belül mindenképpen, mert az nekem a munka szempontjából fontos, meg azért az a távolság, ami abszolút átidalható családilag is, és aztán meglátjuk, nekem vannak ilyen országaim a fejemben, hogy akkor ott nézelődjön, egy ilyen talán 5 ország. Na, mik ezek? Spanyolország nyilván, Portugália, Olaszország, így a Benelux államok, meg így Anglia környéke is még szintén benne van a fejembe, és akkor én azt mondanám, hogy ide pályázzon, és akkor amelyik helyen olyan munka lesz. És ő is így gondolja? Tehát hasonló ország vágy? Hát igazából ezt ő választotta, úgyhogy utána én vagyok a soros, de igen, azért nyilván nem erőszakkal, hogy már pedig akkor innen elmegyünk, mert lejárt a 2 év. Ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, mit dob az élet. Soha nem volt tervben Ciprus, mégis itt vagyunk, én nem is voltam előtte, ő sem, tehát egyikünk se volt előtte itt, úgyhogy fogalmunk nem volt róla, hogy hova jövünk. Van egy ilyen megállapodás, hogy egyszer te, ő dönt egyszer te? Hát igen. muszáj volt, mert nekem azért ez tényleg megalkulás. Én azt mondtam, hogy mindenképpen úgy szeretnék költözni, hogy Európai Unión belül, és hogy kocsival haza lehessen menni, ha bármi van. Na most ez így félig sikerült, ugye Unión belül vagyunk, ha nagyon akarjuk, kocsival is meg fogjuk tudni oldani, tehát ha valamit nagyon akarunk, akkor azért ezt meg lehet oldani. De ugye nem kerek a dolog. Nem havonta fogtok így hazajárogatni? Vagy? Nem, de hát Spanyolországból se járna az ember kocsival haza. Olaszországból még csak-csak, ha az északi rész, de alapvetően azért az sem az a távolság, ahonnan hazamászkál az ember kocsival. És lesz magadon valami változás, mióta utazol? Én nagyon-nagyon szerettem az előre megtervezett dolgokat, tehát nagyon-nagyon kiborított, ha mi megbeszéltük reggel, hogy moziba megyünk, és akkor este nem mentünk el, akkor én ezzel nem tudtam mit kezdeni, tehát hogy ezt így nem tudtam észre felfogni. És amikor kiköltöztem egy hónapon belül, úgy elcsúszott ez a dolog, hogy velem nem lehetett egy órával későbbre se tervezni, mert nem tudtam, hogy majd mihez lesz kedvem. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon nehéz volt egyensúlyba hozni utána. Zárásképp van-e bármilyen történet, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal? Amikor kijöttek az unokatestvéremék látogatóba, akkor elmentünk autóval velük Valenciába, és vannak nagy körforgalmak Madridba is, ott mi a 30. szülinapomat a barátnőimmel kint ünnepeltük, tehát ott már belerázódtam a kinti vezetésbe, és igazából sokkal-sokkal jobban vezetnek, mint Magyarországon, nincs ez az erősködés, ha te hibázol, a másik kijavítja, oké, rád dudál, de nem úgy, hogy meg vagy őrülve, mit csináltál, csak hogy haló, nem láttad. És aztán elmentünk Valenciába, és ültek az unokatesó még hátul, egy magyar srác jött még velünk, ő is kinti magyar volt, és neki is volt kedve így nyaralni, és menjünk a körforgalomba, és akkor mondja nekem, hogy azt láttad, hogy van lámpa, ugye mondom, lámpa? Mondom, a körforgalomba? Ez egy 8-sávos körforgalom volt amúgy, tehát, hogy eleve azt kitalálni, hogy hol megyek ki, és hogy melyik sávból kell ott kimenni, azért nem volt egyszerű, és akkor mondja, hogy lámpa, én olyan sokkot kaptam, és mondta, hogy jó, de zöld volt, mondom, hála az égnek. Tehát, hogy én előtte ilyet nem láttam, és pedig Budapest belvárosába vezettem, Bécs-Budapestet rengetegszer levezettem, tehát én nagyon-nagyon sokat mentem mindenféle körülmények között autóval, de azért ez nagyon-nagyon meglepett, talán ez az egyik vicces sztori, hogy így emlékszem a hangom, hogy lámpa! Hogy? Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.